Izrael teljes blokád alá vette a gázai övezetet, és bejelentette, hogy teljes ostromot rendelt el az enklávé ellen. Lekapcsolták az áramszolgáltatást, illetve az élelmiszer és az üzemanyag szállítását is beszüntették. A város egyetlen erőműve szerdán leállt, miután kifogyott az üzemanyagból. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint több mint 1050 a halottak száma Gázában. Az izraeli biztonsági kabinet jóváhagyta csütörtökön egy cisziordániai zsidó telep létrehozását Ramallah mellett. Ilyenre 20 éve nem volt példa. Az új települést a nemrégiben felszámolt Amona lakói lakhatják majd be. Erre, ahogy Netanyahu izraeli kormányfő mondta, még februárban tett ígéretet. Ez a rögtönzött emlékmű jelzi azt a helyet, ahol Ahmed holttestét megtalálták. Mellkason lőtték. A palesztinok szerint ez órákkal azután történt, hogy mintegy 20 izraeli telepes egy közeli hegyről lecsapott Kvaravat Bani Hassanra. Egy helyi tisztviselő, aki azt állítja, hogy szemtanúja volt a támadásnak, elmondja, mit látott. A hadsereg a kezdetektől fogva a telepesekkel volt. Kiürítették a területet, hogy a telepesek kedvükre támadhassanak, és mindenkire lőttek, aki közeledett. A telepesek által elkövetett erőszak nem új keletű a megszállt Cisjordániában. A feljegyzett incidensek közel felében, mint a Kvaravat Bani Hassan elleni támadás esetében is, a jelentések szerint az izraeli erők a támadók mellé álltak. Ezt a város teljesen körülveszik a nemzetközi jog szerint illegálisnak minősülő izraeli telepek. Az itt élő palesztinok elmondták, hogy alig tudnak aludni éjszaka, mert nem tudják, honnan jöhet a következő támadás, és jól látható, milyen pusztítást tudnak okozni ezek a támadások. Több tucat palesztin tüntetett Izraelben az Annakba nap 67. évfordulóján. A palesztinok az úgynevezett katasztrófa napján május 15-én arra emlékeznek, hogy 1948-ban az Izrael állam megalakulását követő és megelőző időszakban mintegy 700 ezer palesztint elűztek otthonaikból az izraeli hatóságok, és több száz palesztin várost és falut leromboltak. Több százan sírva és Izrael ellenes szólamokat kántálva kísérték utolsó útjára a gázai övezetben történt hétfői vérrontás legfiatalabb áldozatát, Laila Al-Gandurt. A palesztin egészségügyi minisztérium szerint a 8 hónapos csecsemő az izraeli hatóságok által bevetett könnygáz miatt vesztette életét. Ők senkit sem kímélnek, könyörtelenül dobnak könnygázt a lánygyermekekre is. Lailát is ők ölték meg. Ezeknek semmi sem szent. Hogy lehetne bűnös egy csecsemő? Kérdezte a lány nagynénje. Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat. Én Szász Péter vagyok, és ismét beszélgető társaim Bor Tamás a HVM képviseletében a Mimabunk Vlog állandó részvevőjeként. Üdvözlök mindenkit. Kassab Adonis újságíró, az orientalista.hu-nak a főszerkesztője. Üdvözlök. És Csarnai Más. Köszöntök mindenkit. Nem tudtuk elvarni a szálat a cionizmusról szóló adásunknak, illetve ennek az áttekintő adásunknak. Annyira nagy merítést tettünk, hogy a hallgatókat megpróbáljuk legalább így is dióhéjban kérdésről tájékoztatni, aminek aktualitást adott a tavaly októberben kirobbant újabb izraeli-palesztin konfliktus. Beszéltünk a múlt adásban a cionizmus kialakulásáról, a konkretizálásáról, tehát a Balfour nyilatkozat 1917-től Izrael állam kikiáltásáig 1948-ig tartó időszakáról, és kicsit érintettük az utána lévő időszakot is, valamint azt, hogy hogyan befolyásolta a cionizmus a közel-keleti zsidó és keresztény közösségeknek az életét, hogyan szüntette meg, gyakorlatilag semmisítette ezt meg közvetlenül, vagy közvetette ezeket a közösségeket. Innen folytatnánk, és először is megkérném Csarnai Márk barátomat, hogy a 48 utáni konfliktusokról adjon egy rövid összefoglalót, és ha gondoljátok ti is, ezt kiegészíthetitek. Kicsit megint visszakanyarodnék, mint az előző adásban. Most azért nem annyira messzire kanyarodnék vissza, inkább így elhangzott az ENSZ 47-es határozata. Én erre kanyarodnék vissza, mert én azért azt gondolom, hogy részben ez is volt minden problémának a gyökere. Ugye amikor 1947-ben az ENSZ kinyilvánítja az úgynevezett 181-es számú határozatát, ugye abban Palesztina területének az 56%-át, tehát több mint a felét, benne a legtermékenyebb földekkel juttatta ugye, az izraelieknek. És még egyszer mondom, hogy itt kezdődött el egyébként a probléma, mert nem etnikai alapon jelölték ki az úgynevezett határokat, de Izrael számára ez sem volt egy elegendő,
hiszen egy esztendő alatt, ugye 1949-re a cionisták ugye megszerezték az ország területének a 80%-át, továbbá elűzték ugye 700 ezer palesztint erről a területről, és elkezdődött egy nagyon kegyetlen vérengzés. Ennyit ezt hozzátenném, hogy gyakorlatilag ennek a végzésnek, a 181/2-es végzésének az ENSZ általános közgyűlésének 47. november 29-én. Ez gyakorlatilag olyan lobby tevékenységgel érték el a cionisták, főleg az Egyesült Államok képviseletében, hogy úgy lett többségi szavazás, hogy különböző háttérmegállapodásokat kötöttek, hát mondják úgy, hogy mindenféle banán köztársasággal, tehát lehet mondani, hogy ugye ez a politikában van erre egy ilyen külön kifejezés is, amikor bizonyos dél-amerikai államokat meggyőzött arról az Egyesült Államok, hogy szavazzák meg. Mert egyébként, ha ez nincsen meg, ez a fajta ráhatás, ez a háttér tevékenység nagy valószínűség szerint elveti az ENSZ közgyűlése ezt a határozatot. Nyilván az arab államok többsége azonnal tiltakozását is fejezte ki ezen ENSZ határozat miatt, ami egy ilyen felosztás javasolt, ami egyébként az ENSZ alapokmányának is ellentmond a nemzeti önrendelkezésről, tehát egy terület fölött nem dönthet az ENSZ közgyűlése semmilyen form, tehát ez egy joghézag az ENSZ-ben résztvevő, az ENSZ alapokmányát aláíró államok szemében is, hogy az ENSZ-hez csatlakozott államok, nemzetek tekintetében is, hisz a terület lakosságát kellett volna igazából megkérdezni referendum jelleggel, egy népszavazás jelleggel, illetve ezt felmérni. Ez nem az, hogy én így húzogatok határokat, mint az első világháború után. Persze azt tudjuk, hogy ezt megtették Potsdamban és máshol is, de mondjuk ha következetesek az ENSZ-nek a protokolljai szempontjából és az Egyesült Nemzetek szervezetének az alapokmányához ragaszkodnak, illetve az elfogadott emberi jogok egyetemes nyilatkozatához, bár ugye, hogyha most jól gondolom, ezt talán később fogadták el, de mindjárt utána nézek. Tehát ennek értelmében ez nagyon sok joghézagra mutat rá. Ha már az ENSZ szóba került, akkor megjegyezhetjük, hogy ugye a történelem során, tehát a politikában szinte már közhelynek számít, hogy az USA az mindig megvétózik minden egyes Izraelt kritizáló, elítélő nyilatkozatot. Tehát az USA vétóinak körülbelül olyan 80-85% az csak Izrael védelmében történt meg. És szerintem szót ejthetnénk ennek a hátteréről, ugyanis szerintem ez a jelenség ez nem teljesen racionális természetű, hiszen már amikor az USA elnöke Truman elismerte Izraelt, annak a döntésnek magának is volt egy irracionális komponense, ugyanis ezzel nagyon sok külügyi szakértő volt akkoriban az USA-ban, akik ellenjavalták ezt a dolgot, hiszen elrúgja a pöttyös labdát, hogy úgy mondjam, egy sor arab államnál, amelyekért ugye a hidegháborúnak a kezdetén, amelyeknek a kegyeiért úgymond versenyzett a Szovjetunió és Amerika. Ennek ellenére ugye Truman ez meglépte azt, hogy elismerte Izraelt, és szerintem a úgynevezett keresztény cionizmusnak óriási szerepe van ebben, és itt keresendő ez az irracionális komponens. Ugyanis ugye korábban említettük, hogy a cionizmus az tulajdonképpen megfelel egy zsidó nacionalizmusnak, viszont úgy alakult a történelem, hogy furcsa módon más nemzetek is magukévá, vagy hát egyesek legalábbis, annak egy bizonyos csoportok, magukévá tették a cionizmus ügyét, és az egyik legfurcsább anomáliának tekinthető ez a keresztény cionizmus jelenség. Amikor beszéltünk a keresztényeket ért atrocitásokról, akkor ugye megjegyeztük azt, hogy az a keresztény országok, vagy legalábbis azok az országok, amelyek a kereszténységre szoktak hivatkozni, azok tulajdonképpen elfordulnak, elárulják a keresztény társaikat, akik atrocitásokat szenvednek el a Szentföldön.
És egyébként ehhez nagyban valóban ez járult hozzá. És hozzáteszem, itt bár más forrása volt, hogy az egyik oldalon indult Mózeshez és Herzl Tivadarral a politikai cionizmus konkrét formában, bár ennek voltak bizonyos előszelei. De másik oldalról pontosan az angliai reformáció legszélsőségesebb irányzatainak, például Oliver Cromwell és egyes pietistáknál jelent meg ez az elmélet, akik ugye azt állítják, hogy lesz egy 1000 éves királyság, ahol a Krisztus ténylegesen visszajön, és ez hozzátartozik a zsidó népnek az összegyűjtése a Szentföldön. És ennek a 20. századi verziójában eljutunk oda, hogy ezt egy proféta jelnek látják, úgyhogy egyébként még a hagyományos kereszténységgel egyébként összeütköző zsidó álláspont szerint is előbb el kell jönnie Illésnek, aki ugye fölvétetett a mennybe, nem halt meg, meg Énoknak. A népeket, illetve Izraelt meg kell térítenie, mielőtt eljön a messiás békekorszaka, fölép a messiás, és már a megtért zsidósággal tér vissza a Szentföldre, ugye a harcok árán is bizonyos szempontból, de ennek ellenére ez nem így jött létre, egy szekuláris állam jött létre, sőt, mint egy ezt anticipálva ez, ennek az ellentéteként, de ebbe, mint egy belelátnak egy isteni jelet. És ez egyébként a brit külpolitikát, illetve palesztina politikát is nagyban befolyásolta, ennek az eszmének az erjedése, illetve hogy Balfour kiadta ezt a igazából deklaráció, nyilatkozat, de ez egy magánlevél gyakorlatilag, ami utána nyilvánosságra került. Tehát a Balfour nyilatkozatnak önmagában nincsen jogi értéke, de mégis erre hivatkoztak, tehát hogy itt ebből látszik, hogy milyen háttér megállapodások játszottak szerepet, és ugyanakkor ez az Egyesült Államokban is, az ottani protestáns elitben, egy széles körben, nem mindenkinél elterjedt álláspont volt. Ehhez jött később az a felfogás, hogy tulajdonképpen ez a kettő szövetség álláspont, aminek a diszpenzacionalizmus irányzatából alakult ki, ugye ez azt állítja a diszpenzacionalizmus, a diszpenzáció szóból latinul, hogy van egy bizonyos felosztása a történelemnek, amikor az üdvösségnek különböző feltételei vannak. A kereszténység általánosnak mondható tényleg a ókeleti, örmény, szír, kopt, a görögkeleti, görögortodoxokat is értve, a melkitákat is, tehát ott is ugye az a lényeg, hogy a közel-keleti, akár arabajkú keresztények között is vannak, mondjuk, amit mi görögkeletinek nevezünk magyarul, vagy bizánci ortodoxiának, vagy keleti ortodoxiának, amikor az orosz egyházal, illetve a görög, vagy a balkáni ortodox egyházakkal van egységben, és van egy olyan rész, ami egy külön egyházat alkot, ez a szír ortodox egyház, ez a 4. században Krisztus természete körüli vitában váltak le, ugyanígy Egyiptomban is, hogy van egy ilyen rész, nem csak a koptok, akik akár még a görög öntudatukat is őrzik, vagy görög eredetüket, annak ellenére, hogy akár már nem görög anyanyelvűek. Na, az a lényeg, hogy ettől függetlenül római katolicizmust is beleértve Calvint vagy Luthert is, abban egységes álláspont volt mindenféle felekezeti viták mellett, hogy minden e virágra jövő embert az örök ige világít meg, ahogy János prológusában olvasjuk, János evangéliumában. Tehát mindenki, aki üdvözül ezen a világon, az Krisztus Jézus kereszt áldozata által üdvözül, mert ő az örök ige, az istenség teljességének a megtestesülés, hogy a zsidókhoz írt levélben pont olvashatjuk, hogy sokszor és sokféleképpen szólt hozzánk Isten egykoron a proféták által, még most utoljára az egyszülött fia által szólt hozzánk, és az örök igében Isten elmondja az ő szavában, ugye héberül Memra Adonai, ugye arabul Kalimat Allah, ez most egy kicsit érdekes, csak egy exkurzust engedjetek ezzel meg, ha már ilyen teológiai tére vettünk, hogy ugye a Korán az elítélő, a Szent Háromság minden szempontból, de azt mondja, hogy Isten szava az örökkévaló, az az Istennel örökkévaló, ami hitük szerint ugye Mohamed által alászállott a kegyes Koránban, de ugyanakkor meg maga a Korán nevezi Iszát, Jézust, Kalimat Allahnak, hogy Isten szavának, Isten igényének, de ez most egy másik téma lenne, vagy egy bizonyos fajta hitteli, velük kell megbeszélni, így van. De a lényeg, hogy
ez egy általános keresztény fölfogás felekezetektől függetlenül, hogy mindenki Krisztus keresztáldozata és dicsőséges föltámadása által ebben van az üdvösségünknek a gyökere. Bármilyen embernek, akár akik indirekt módon, most ebbe bele lehet menni, hogy a egyházon kívül lévő emberek hogyan üdvözülhetnek az egyház által. Most abban menjünk bele, hogy a keresztény cionizmus az. És a keresztény cionizmus meg azt mondja, hogy nem, a zsidóknak erre nincs szükségük, mert ők az ószövetségi törvény, anélkül, hogy Jézust elismernék messiásnak, hogy ő az, akiben beteljesedtek ezek az igazságok, és ezután ugye már nem kell tartani az ószövetségi törvényeket, a jelen üdvtörténet korszakban, ebben teljesen egységes az álláspont, tehát hogy a zsidóság elvettetett a Krisztus gyilkosság miatt, ahogy ez egyébként az ószövetségi szentkönyvekben Isten megjövendölte, kinyilatkoztatta, és ezért levágattak az egyház testéről, a római levélben olvassuk, az olajfákról az atyák, tehát Ábrahám, Izsák és Jákobnak, a keresztények az ígéreteinek a hordozói, a mai zsidóság nem. Ez a teológiai álláspontja volt minden keresztény felekezetnek, és persze egy zsidó etnikumú ember is meg tud keresztelkedni, és keresztényét tud válni, nem kell ettől feltétlenül az etnicitását feladni, ezt hangsúlyozom. Általában ez ezzel járt, mert a vallási közeg egy zárt volt, és máshol asszimilálódott, ahogy az előző adásban erről Adonis beszélt, hogy a közel-keleti palesztinai, azon belül is palesztinai keresztényeknek és muszlimoknak egy jelentékeny hányadja egyébként vérségileg inkább a Jákobnak az ivadéka, mint mondjuk az askenázim zsidóságnak egy jelentékeny hányada, de ettől függetlenül ez volt egy általános álláspont. Ők pedig nem ezt mondják, hanem vannak olyan szélsőséges álláspontot képviselők, akik szerint föl kell építeni egy kőtemplomot, mint egy harmadik kőtemplomot, és ez gyakorlatilag egybevág a zsidók messianizmusával, ami nagyon sok ponton ellentétben van a keresztény, de egyébként a muszlim eszkatológiával is. De hozzáteszem, hogy ők ezt mind úgy teszik, hogy azt gondolják, hogyha mi Izrael államot támogatjuk, és a cionizmus, ugyan ők egy része nem vallásos ezeknek a zsidóknak, meg vallás ellenes is, de ezzel, mivel a zsidók összegyűlnek a Szentföldön, ami az ő jogos tulajdonuk, ezáltal ugye elősegítetjük a végidőket és a beteljesedését a történelemnek, mert szerintük Krisztus látható módon visszajön ide a világra, és lesz egy 1000 éves uralma Krisztusnak, az úgy, ahogy mi itt egymással szemben ülünk, ami több ókori zsinat is elítélt. Tehát Krisztus már eszkatológikus módon fog, mint pantokrátor visszatérni, amikor az új eget és az új földet megalkotja hitünk szerint. De addig az egyház, a velünk élő Krisztus az ő szentségeiben, ige hirdetésével. Ez mondom általános, tényleg bezárva az indiai Tamás keresztényektől Calvin Jánosig a teljes spektrumot. Na most ők ezt tagadják, vagy hogy ezzel szemben kritikusak, akik ezt... És most mi és azért ez nem egy olyan szűk réteg, tehát bizony, angolszász területről. A cionista lobbinak mondjuk a melegágya. Bizony, és ők ugye a legnagyobb erejét adják. Hogy ezek a feltételek, tehát akár a Szentföldön való rakása a zsidóságnak, az nincs feltételekhez kötve. Az ortodox zsidóság is, ha bár más pontokon teológiailag ütközünk, több más szempontból azért kritizálja a cionizmust, mert ez feltételekhez van kötve a Szentföldön való tartós lakás és birtoklás, tehát föld tulajdon birtoklása és államalapítása pláne a zsidóságnak, amit hitük szerint nem teljesített be álláspontjuk szerint a zsidóság. A cionizmus, a keresztény cionizmus pedig azt állítja, van olyan irányzat, hogy ez nincs a zsidóság esetén, tehát lehetsz te ateista, meg Steiner Kristófot kézenfogva a szivárványra sétálhatsz, Mustermer, igen, meg lehet, minden. Igen. A legerkölstenebb egy zsidónak akkor is joga van ott élni, és el kell üldözni. Azok, akik pedig ott keresztények, azok nem is igazán keresztények, mert akkor önként eladnák nekik mindent, odaadnának, és így, hogy mondjam, egy szál alsó neműben elhagynánk a Szentföldet a zsidóknak, hogyha igazi keresztjének, keresztények lennének. Tehát ezeknek ilyen felfogásuk van, vagy egy részüknek, ennek nyilván ennek is van egy spektruma az álláspontuknak, de valóban ez az az alap, az az ideológiai alap, vallásilag megtámogatott alap, ami nagyon erős az amerikai protestáns, angolszász
teológiában és az angliai angol szász teológiában. Nem, valakik ezzel radikálisan szemben állnak, teszem hozzá náluk is. Már és ez a kik között, tehát az evangéliumi keresztények. Az evangéliumi, az evangéliumi, van akik, de mondjuk ez a 90%-ban. Európai többi országában is jelen vannak ilyen gyülekezetek, akik izraeli zászlóval tartanak Isten tiszteletet. És sajnos ugye ehhez, mert ez a Johnny Joker, tehát a judeocidium, a második világháború alatti zsidóüldözés, az a Jolly Joker, a Shoah, hogy ezt elő lehet hozni, hogy ezáltal érdemelte ki Izrael ezt az államot, mert itt a népek törték meg előbb a hármas esküt. Szerintem meg lehetne említeni egyébként, hogyha itt nagyon belementünk a teológiai kérdésekbe, amikhez én annyira nem tudok hozzászólni, én kicsit inkább itt történelmi vonatkozásban, hogy bele lehetne menni például az egyházi a kivatás rendjének nyilatkozata az Ószövetség használatának kérdésére. De ez most egy másik, igen. politikailag is, de egy másik korszak. Viszont az az érdekes, hogy a második világháború után sajnos ez hozott egy változást a történeti protestáns egyházak és a katolikus egyház álláspontjába. Ugyanis itt nem arról van szó, hogy lelkipásztori szempontból legyünk érzékenyebbek, a Kombácsit az utcán ne rúgjuk föl húsvétkor részegen, meg nem tudom, hogy megöltétek Krisztust. Ez nyilván egy legitim álláspont és egy legitim kultúra, hogy föl lehet vetni, hogy a keresztény teológiai antijudaizmus az elvezethetette a zsidók üldözésének markánságához, vagy az, hogy az emberek közömbösöbben álltak a zsidókat írt atrocitásokhoz. Ez egy felvethető lelkipásztori szempont. Viszont egyébként, hogy a II. Vatikáni zsinaton bizonyos zsidó lobbisták, Herschel és mások befolyásolták a katolikus döntényhozókat, ők a teológiát is meg akarták változtatni, ami szerint a zsidósággal, mint vallási közösséggel Istennek a szövetsége továbbra is fönnáll, tehát az isteni ígéretek hordozója többé már nem az Anyaszentegyház, hanem, most nyilván az egyház fogalma alatt különböző felekezetek mászra jöttenek, de ettől függetlenül, hanem a zsidóság ugyanúgy, és velük fönnáll ez a szövetség, és ezek az ígéretek is, köztük a Szentföldre való betelepülés, ami ugye nem jött elő például a II. Vatikáni zsinaton, de például van egy Gavin Costa nevű kenyai teológus, aki Rómában már ilyeneket hirdet, és magyarra is lefordították a könyvét, tehát a katolicizmuson belül is elkezdődött egy ilyen cionista irányzat. Gondoljunk arra, hogy nagyon sokáig 12. Pius nem ismerte el, most csak hogy a hazabeszéljek, az Izrael állam megalakulását. Ők ragaszkodtak ahhoz, hogy a vallási kegyhelyek azok nemzetközi ellenőrzés alatt legyenek. Nem támogatták a két állami megoldást sem, az egyház, sőt Herzl Tivadar fölkereste Szent XI. Pius pápát, és mondta, hogy vannak papjaink, Szentföldön is meg lehet térni, meg lehet keresztelkedni, ugye ők nem ismerik el Krisztust, hogy nincs mit tárgyalni bármilyen szempontból, bármilyen zsidó államról. Hadd idézzem szó szerint Szent XI. Piuszt. Egyetlen katolikusnak sem szabad elfogadnia Izrael állam gondolatát, még kevésbé támogatnia azt. Nem tudjuk megakadályozni, hogy a zsidók Jeruzsálembe menjenek, de soha nem szentesíthetjük ezt. Mint az egyház feje, nem válaszolhatok másként. A zsidók nem ismerték el urunkat, ezért mi sem ismerhetjük el a zsidó népet. Ezt Szent XI. Pius nyilatkozta 1900-ben. És a II. János pápa alatt kezdődött igazából a nagyon nagy eltolódás, mert akkor ismerték el Izrael államot, vették föl vele a diplomáciai kapcsolatot egyrészről, másrészről pedig akkor kezdődött a teológiai beszédben is egy ilyen kettősség. És ez ugye, és ekkor kezdődött egyébként az 1930-as évek, 40-es években ilyen amerikai evangelikál diszpenzacionalista beszédben jelent meg a zsidó-keresztény kultúra kifejezés, meg zsidó-keresztény civilizáció, addig ez nem volt semmilyen szempontból megjelenítődve. Ezután lett általános, és ez gyakorlatilag máig egy ilyen blokkot hoz létre. Mert ha te ez ellen vagy, te ezt kritizálod, akkor te már antiszemita vagy. Akkor te már zsidó, te már azt akarod meg, hogy gyerekeket gyilkoljanak le ártatlanul. Vagy ó, te Izrael politikáját elítéled,
te akkor antiszemita vagy, te zsidógyűlölő vagy, és ezzel minden beszélgetést ugye kicsinálnak. Tehát, hogy láthatjuk, hogy hogyan van megdolgozva a közvélemény, sajnos még a jámbor buzgó keresztény közvélemény. Én két dolgot említenék meg, nem tudok nem eltekinteni, tehát nem tudom nem abból a szempontból nézni ezt a kérdéskört. Nekem külhoni magyar gyökereim vannak, párcumi magyar rokonaim vannak, és én a palesztinok elüldözését, tehát a palesztin földek elvételét nem tudom nem úgy tekinteni, ahogy egyébként a II. Világháború után bántak a felvidéki magyarokkal, hogy elüldözték őket a szülőföldjükről. Tehát én azért azt mondom, hogy magyar ember nem tud azonosulni azzal, hogyha van benne egy minimális nemzeti érzés, tehát nem tudja nem úgy nézni ezt a kérdést, hogy nem azt csinálja most Izrael a palesztinokkal, mint amit a Benes dekrétumok csináltak egyébként a felvidéki magyarokkal. Igen, tehát van egy át tudjuk érezni, de azt mondom, hogy sok szempontból még súlyosabb, ami ott történt. Mert itt Európa közepén rengetegen felszólaltak ez ellen. Másrészt ez, amellett, hogy volt pogrom jellege, hogy a Pozsony-liget falui mészárlás több más eset volt. Nagyrészt volt egy jogalap, amire hivatkoztak. Viszont 47-ben semmi jogalap volt, és úgymond a palesztinokat senki nem képviselt a világban, tehát súlyosabb és nagyobb nagyságrendű atrocitások voltak. Hát nem, mint hogyha és ezzel én nem kicsinlem, ami minket ért, de valóban ehhez tudnám hasonlítani, hogyha párhuzamot kéne mondani. A két területnek a felszabdalása az ugyanabban az évben történt. Egy másik egyezmény, a Sykes-Picot, illetve a trianoni békediktátum, és hát igen, hát hogyha más nem, hát a magyaroknak kéne esetleg legjobban átérezniük ez, amikor egy határt, egy vonalat húztak és szakadtak szét családok. Most ugye az én felmenőim, édesapám révén szírek, és csak egy kis családi kis szösszenet, nagyapámnak az unokatestvére, ezek átmentek Beirutba boltot nyitni, rá fél évre húztak egy határt, ők már libanoniak, mi meg maradtunk szírek, hasonló rokonaink vannak amúgy Betlehemben és Rámallahban kaszabok. Egy vonalat húztak. Ugyanez megtörtént ugye itt a magyarországi felvidéki lakossággal, a kárpátaljaival, erdélyivel, tehát egy vonalat húztak, és csak a szerencsém múlott az, hogy például a zalai nagyapám, illetve a szabolcsi nagymamám nem kárpátaljai, vagy pedig horvát országi magyarok, mert amúgy ők itt a mostani csonka Magyarország két széléről. És ez még Irakig is kiterjesztett. Ha etnikai alapokat néztek volna, akár ugye Palesztina feldarabolása esetén, akár például a Kárpát-medence feldarabolása esetén, ahogy ugye Adonis mondta ugye a saját családi történetét, úgy megemlítetném én is, hogyha csak etnikai alapok alapján húzták volna meg a határt 1920-ban, akkor például az én rokonaim se Romániába születnek, hanem még Magyarországon, mert mondjuk Nagyváradon élnek a rokonaim. Igen, ami akkor magyar többségi város volt bőven. Jócskán. Így van, meg hát egyébként alapvetően szerintem, hogyha látunk bárhol a világon egy atrocitást, az embernek mindenféle részrehajlás meg érdek nélkül van egy igazságérzete, akkor arról tud mondani valamit, vagy ítéletet alkotni. Tehát szerintem ha megkérdezi tőlem valaki, hogy mi alapján alkotok én véleményt itt a tőlem nagyon messze, teljesen más népek által vívott konfliktusra, akkor egyszerűen azt mondom, hogy a saját igazságérzetem alapján. Tehát ez az én nézőpontom. Nekem lenne egy gondolatom, és érdekelne a véleményetek, hogyha már itt tényleg a teológiai kérdésekbe belementünk, de mondom, én nem vagyok egy képzett teológus, csak hogy ti hogy látjátok ezt a kérdést, hogy a jelenlegi zsidóságnak semmi köze nincs véleményem szerint az ószövetségi zsidósághoz, mert Izrael attól a percről, hogy Jézus Krisztus megtagadta, megszűnt Isten népének lenni. Hát ez keresztény szempontból így van, és pont ez adja az abszurditását ezeknek az evangéliumi keresztény irányzatoknak, mivel nekem úgy tűnik, hogy náluk ők ezt az új szövetséget, mintha egy az egybe átugrották volna, és továbbra is úgy tekintenek a zsidóságra, hogy Isten kiválasztott népe, és tulajdonképpen Jézus Krisztus helyébe a zsidó etnoszt tolják be. És az is érdekes, hogy minthogyha Jézus Krisztus ugye megtestesülése által ők úgy tekintenek rá, minthogyha nem lett volna megváltva a világ, mivel ők feladatuknak tekintik, hogy a második eljövetelét valamilyen módon elősegítsék. Tehát minthogyha ez a megváltás már nem történt volna meg, ugyanúgy várják a második eljövetelt, és nem nézik azt, hogy
hogy kiket támogatnak ott a Szentföldön, hogy tehát van ebbe egy írtózatos nagy abszurditás ebbe az evangéliumi kereszténységben. A témánkhoz leszűkítve a gondolatot, most függetlenül mindenkinek a hitbéli meggyőződését, hogy mit tart valóságnak, az az érdekes, hogy valóban ezt próbáltam kifejteni, hogy az Ószövetség ígéreteinek, ami csak egy árnyképe volt az Új Szövetségnek, a Krisztusnak az eljövetelével, ugye a Messiás eljövetelével, ennek a hordozója az Anya Szent Egyház. Ami egyetemes, ez jelent a görög szó, a katholikos, hisz már az apostoli zsinaton Jeruzsálemben, még úgy, hogy állt a szentély, akkor hozták ezt a határozatot, hogy meg kell keresztelkedni és hinni az üdvözítőben. Ez a feltétel az egyház, nem kell betérni zsidónak. Sőt, a zsidó törvények egy jelentékeny része, mert ez az eljövendő messiásra utalt, azok érvényüket vesztették, illetve átmentek az Új Szövetség szentségeibe, tehát az áldozati szertartások, a körülmetélés, a szombattartás. Tehát keresztény szempontból ez mindenképp egy abszurd és elfogadhatatlan, és van egy rossz értelembe vélő bálványozása ezekben a körökben a zsidóságnak, illetve minden zsidó jellegű megnyilvánulásnak, itt zászlólengetéstől kezdve zsidó dallamok egyébként, van ahogy ilyen áskenáz zenéknek, amiknek nem feltétlenül van akár közel-keleti jellegenek a használatáig bezárólag. Tehát van ez a fajta teológiai tévedés, de én ezt még megdupláznám, illetve még egyszer hangsúlyoznám, amit mondtam, hogyha most nem is keresztény nézőpontból nézem, hanem zsidó nézőpontból. És itt tényleg a legultraortodoxoktól a konzervatív zsidóságig, sőt a liberális zsidóságig bezárva, ennek nincsen teológiai alapja. A zsidóknak a tömeges visszaköltözésére, és az, hogy államot alapítsanak, vagy ennek bármiféle, hogy egy ilyenfajta államalapításnak köze a végidőkhöz, vagy a messiás eljöveteléhez. Sőt, ez igazából egy hátráltató tényező, mert amíg ez az állapot fönnáll, addig ez egy olyan igazságtalanság a zsidó nép részéről, ami éppen hogy vissza fog hatni. Tehát, hogy azt kell látni, hogy itt most anélkül, hogy polemizálnék vallási szempontból egy zsidó atyám fiával, egy zsidó fenabarátommal, a zsidó teológiai részről is ennek semmiféle hagyománya nincs. Tehát ez ott is egy teljes mértékű újítás, egy politikai agenda érdekében, ami, mint hangsúlyozom, ott akarja létrehozni ezt a zsidó államot, ahol vallásilag nem megengedhető, politikailag meg irracionális, mert azt mondom tényleg, Judenstaatban is fölveti Herzl, hogy Argentina vagy Palesztina kérdőjele, mert akkor vita volt erről. Figyeljünk, adjanak nekünk valahol földet, vagy megvesszük egy államtól, összedobjuk erre a pénzt, és akkor ott kialakítjuk egy zsidó államot. Például ezért hozták fel Argentinát, amit már az első műsorban említettem, vagy a brit kormány 1904-ben talán felajánlotta Ugandát. Ugandára azt kell, hogy Afrika gondolnánk, de ez egy magas föld, és ilyen mediterrán jellegű füves pusztaság, tehát egy nagyon termékeny terület. Ahogy mondjuk ilyen volt Rodézia is, mondták, hogy Afrika kenyeres kosara, és utána meg éhínség tört ki, ott Mugabe alatt, ugye, amikor Zimbabwe-re átírták az ország nevét. Hát azt kell látni, hogy lett volna elég olyan terület, ahol mi gyéren lakott, meg lehet oldani megfelelő kompenzációval, költözzenek el onnan, hogy mit tudom most, tényleg három falu indián, ami azon tényleg ilyen szintű népsűrűség volt, fölépítenek nekik egy külön falut, mint tudom, Argentinával, nem tudom, 200 kilométerrel arrébb, és kialakítanak ott egy zsidó államot, ami tényleg ugyanúgy egy nemzetállam lesz, mint bármelyik más, és aki zsidónak érzi magát etnikailag, vagy oda akar költözni, megteheti. És igazából nem lett volna ebből semmiféle nemzetközi konfliktus. Ez a helyzet, ami pedig most van, ez gyakorlatilag fennállása óta egy vulkán, ami még nem tört ki, még néha renget, meg vannak kisebb
részleges kitörések, de egyszer ez kit fog törni. Tehát ez fönntarthatatlan ilyen helyzet. Ilyen helyzetben, és az egész Közel-Keletnek a békéjét az elmúlt 75 évben javarészt ez közvetve vagy közvetlenül ez forgatta föl mindenfajta kisebb-nagyobb helyi ellentétek ellenére. Ezért bizonyos hazai politikai körök úgy állítják be, de egyébként nyugat-európai körök is Izrael államot, tehát egy olyan szerepet ruháznak föl rá, ami szerintem nem fedi a valóságot. Mondják azt, hogy milyen egy konzervatív állam. Hát annyira konzervatív állam Izrael, hogy talán a világ egyik legtöbb melegbárja ott van. Mondják azt is, hogy Izrael gátolja meg a bevándorlást. Hát Izraelnek a célja, és ez pont egyébként a Vármegyének a vlogjában hallottam, egy nagy Izrael létrehozása a Nílustól az Eufráteszig. Na most ők ezt úgy képzelik el, hogy azon a területen nem él semmilyen más népesség, csak zsidó. Tehát akkor mi lesz az ott élő nem zsidó népesség? 6 ország tartozik. Tehát mi lesz abban a 6 ország nem zsidó népessége? Azok akkor elindulnak Európa irányába. Az körülbelül ilyen 100 milliós emberről beszélünk. Igen. Egyébként mi a véleményetek, meddig lehet ezt fenntartani, azt a helyzetet, ami most van, mert igazából 2022-es adatokat találtam, és azt írták, hogy ugye a folyótól a tengerig, mert ugye most gyakorlatilag az izraeli katonai ellenőrzés az a folyótól a tengerig tart. Tehát a Jordántól a földközi tengerig. Így van, Jordántól a földközi tengerig, és ezen a területen most már többségben vannak a palesztin arabok a zsidókkal szemben, mivel sokkal szaporábbak. És ezért az időben, hogyha előre nézünk, akkor valószínűleg előbb-utóbb többségbe fognak kerülni ezen a területen. Szerintem ez is az oka annak, hogy jogilag nem annektálták Cisziordániát meg Gázát sem. Tehát, hogy ő mindenképpen megpróbál Izrael egy zsidó többségű állam maradni. És ezért kényszerül a katonai megoldásra, mivel hogy nem tudja a maga cionista agendáját tovább vinni, csak így tud többségben lenni, hogy elűzi az őslakos népet. Meddig lehet ezt fenntartani? Az a kérdés. Addig, amíg megvan az a háttér támogatása mellett, tehát ezt tudni kell, hogy nyilván amíg az Egyesült Államoknak ez az érdeke, és ő áll elsősorban mögötte. Ezt tudni kell, hogy ugye van az Egyesült Államokban az AIPAC, ugye az amerikai-izraeli lobby szervezet, és gyakorlatilag, hogyha te ezt bármilyen moderált, diplomatikus formában kritizálod, akkor az Egyesült Államok-izraeli politikáját, te már nem leszel holnap után kongresszusi tag, vagy képviselőházi tag, tehát média kampánya minden kicsinálnak, tehát nagyon erős az izraeli, a pro-izraeli lobby az Egyesült Államokban, cionista keresztények részéről is, tehát ez nem csak cionista zsidók részéről. És ez kapcsolódóan ugye ez addig fog, amíg a világrend azért szép lassan átrendeződik, és tudjuk, hogy Afrikában milyen érdekeltségei vannak mondjuk Kínának, vagy részben Oroszországnak, és ott pont az országút közepén található Izrael állam, és hogyha ennek pont egy gátló tényezője lesz, ami ráadásul, egy beáldozható figura sok szempontból azoknak a politikai erőknek. Tehát az a baj, hogy itt ember életek millióival játszanak. Mert ha az Egyesült Államok már képtelen lesz fenntartani Izrael államot, mi fog bekövetkezni? Mert nem biztos, hogy ezt szépen majd evakuálják a lakosságot, mindenki vesz egy charterjegyet és felszáll a Ben Gurion repülőtéren, hanem ott egy hatalmas katonai áttörés lesz, egy kaotikus állapot, és nyilván az a keserv, az a frusztráció, az, ami történt, az vérengzésbe tud átcsapni. Ez egyszerűen ez egy szociálpszichológiai logika. Most mondhatják, hogy milyen szörnyűségek történtek a gázai betörésében a Hamasznak. De bocsánatot kérek, meg mondták, hogy volt nekik 70 évük, hogy fölépítsenek valamit a palesztinok. Ezek a legnagyobb cinikus szövegek. Tehát ott van a gázai terület, meg ott micsoda szegénység van, minden. Hát egy repteret nem tudnak, nem lehet ott a gép felszállni, teljes bolykott alatt. 20 éve blokkád alatt élnek, igen, tehát gettóban élnek. Igen, 2 millió ember választják el, hajókat nem engedik kiködni, ami a humanitárs segélyeket. Budapesti területen 2 millió ember össze van zsúfolva, tehát egy lehetetlen helyzetben van, ugyanúgy van Cisziordánia, ott is a legjobb területek a telepeseknek vannak fönntartva. Izrael garanciát vállalt, hogy felszámolja a telepeseket,
Daytoni megállapodás, stb. És nem számolják fel a telepeket. Évről évre egyre több. Így van. Telepes. Telepépült. Bocsánat, az, hogy nekem az élet lehetőségemet beszűkítik ennyire, mit csináljanak ott azon a területen, ahol elüldözve, túlzsúfolva, egzisztenciálisan tönkretéve, minden struktúrától elvágva él a palesztin népnek a nagy tömeg. És lebombázva, mert ugye bombáztak 2008-ban, 9-ben, 12-ben, 14-ben, 21-ben. Az izraeli területekről is beszélek. Tehát nem az izraeli túszokat szabadon engedték, azt mondták, hogy ők ez alatt a 10 nap alatt, vagy mennyi ideig voltak túszok, a poklot érték át. Hát a palesztinok 50 éve érik át a poklot. Igen, nem mindenki, tehát ez egy érdekes, itt is azért a narráció, lehet látni felvételeken, amit Izrael osztott meg, hogy tényleg egy nagyon grafikus felvételek, tehát 18-as karikás felvételek a polgári áldozatokról. Vannak olyan gépkocsik, amiket hát nagy valószínűség az első izraeli ellencsapás lőtt ki helikopterekkel, tehát rengeteg túsznak a halálát akár az IDF okozhatott. Tehát, hogy ezekről azért keveset beszélnek, hogy itt nagyon sok baráti tűz és egyéb események történtek, és rengeteg a dezinformáció ezzel kapcsolatban is, amiről a jó Isten tudja tényleg az, hogy mi igaz, mi nem igaz. És elhangzott már az, hogy Netanyahu egyébként kibucokat szeretne Gázában. Nyilvánvalóan, tehát a saját elképzelésével ez teljesen összhangban áll. Egyébként csak a hallgatóknak szeretném megemlíteni, mert itt ugye említetted az amerikai politikát, hogy egy hónappal ezelőtt jelent meg a Magyar Jelen egy olyan cikk, az a címe, hogy a zsidó kérdés hozta el a törésvonalat a nyugati jobb oldalon. Egyébként ez egy érdekes, mondjam így, barbatrükk volt a jobb oldalnak az áthangszerelése, amit ugye elő tudott segíteni. Egyrészt a nyugat-európai masszív muszlim bevándorlás. És nyilván ennek megfelelően etnikai, vallási és egyéb konfliktusok, társadalmi konfliktusok ebből gerjedtek. De gyakorlatilag itt most Tommy Robinson esetére az Egyesült Államokban. Az Egyesült Államokban ennek már régebbi hagyományai is vannak. Tekintettel arról, hogy például volt egy olyan elmélet, ez hogyha már itt elindultuk ennek az egész teológia történetére, hogy az angol száz protestáns teológia egy részében ez hogyan indult el, volt ez a British Israelism, hogy az elveszett 10 törzse Izraelnek, akit az asszírok a fogságba hurcoltak, hogy az északi 10 törzs, azok tulajdonképpen az angol szászok, tehát meg ilyen vérségi ideológiát is hozzá kitaláltak. De hozzáteszem, hogy először Izrael államot Amerika nem, vagy hogy mondjam, Fokhegyről támogatta, hogy miért volt ez így, az pontosan az, hogy egy jelentékeny szélső baloldali tömeg volt a zsidóságban jelen az Egyesült Államokban, és az Egyesült Államoknak a WASP, ugye ez a White Anglo-Saxon Protestant, ez a fehér angol száz protestáns elitje, az nem, hogy hát most a feketékkel szemben volt fenntartásai, vagy mondjuk a katolikus vagy ortodox keresztényekkel szemben, hanem a zsidósággal szemben is. Tehát az Ivy College-okban nem, hogy nőket nem vettek föl, vagy volt, hogy katolikus, tehát az elit egyetemek, ahol most már szivárvány zászlót tesznek ki, hogy a Harvard meg ilyenek, hanem zsidókat sem vettek föl egyébként. Nagyon. A Nightbridge-ot is azért alakították. Ez mikor volt? Hát az 50-es évekig. Akkor jött a váltás is, hogy a demokrata párt lett a baloldali párt, megcserélték, és a republikánus a jobb oldali párt, mondjuk Barry Goldwater az első zsidó elnök jelölt volt az Egyesült Államokban. Hát ezért alakították meg a Nightbridge-et, a zsidó szabadkőves szervezetet, mert mondjuk az angol száz hagyományos, regulális pályokban nem vettek föl zsidókat. Hát igen, azért ne felejtsük el, hogy George Wallace demokrata képviselő volt, és ő mondta azt, hogy szegregáció ma, szegregáció holnap, szegregáció mindörökké. Igen, tehát hogy azért ezt látni és kell. És ha valaki látta George Wallace-nak a fotóját, a háttérben ott van a konfederáció zászló. Igen. Tehát, hogy azt kell látni, hogy ebben az Izrael politikában a váltás a 50-es évek végén, 60-as évek elején történt az amerikai jobb oldalon is, hogy látványosan. Úgyhogy egyébként az amerikai zsidóságnak egy jelentékeny része továbbra is baloldali maradt. Ez ugyanúgy, mint Magyarországon. Tehát Magyarországon az öntudatosan zsidó származású emberek, akik tudják, hogy egyik nagyszülő vagy szülő zsidó volt, a holokauszt és Izrael állam a két zsidó identitáspont, semmi más, illetve hogy Magyarországon minden, ami nemzeti, az rossz. Hogy akkor támogatsam akármilyen rossz a Gyurcsány, vagy valami. Ez van egy pszichózis, egy gondoljunk bele, egy traumatizált rétegről van szó.
És ennek ellenére úgy van bemutatva az a narráció, hogy hát ma a zsidóság az mennyire jobboldali Magyarországon, meg a világon, meg ez a normalitásnak a csimborasszója jobboldali szempontból. Holott ez az Egyesült Államokban sincs így, ez a republikánus párt bizonyos rétegének, vagy a mainstreamjének mondjam így a fővonalatának, a narráció is az, hogy Izrael állam az a nyugatnak a védőbástya, meg egy milyen konzervatív ország. Hát én Fidesz szavazó zsidótól hallottam egyébként annak idején azt, hogy olyan magyar ellen szövegeket nyomott le. Hát én nem tudok ehhez mit hozzátenni. Nekem közvetett tapasztalataim vannak erről. Én azt látom egyszerűen, hogy ez is egy olyan politikai narratíva, egy olyan paraván, egy olyan spanyol fal, ami igazából elrejt valamit, ami a valóságban nem igaz. De igazából a cionisták érdekét szolgálja. Csak nyilván gondoljuk, hogy aki cionista, az kint van Izraelben, tehát akkor bizonyos értelemben a zsidóságot is erre az irányba akarják tolni. Úgyhogy a zsidóságnak egy jelentékeny hányada ezzel nem ért egyet. Se a cionizmussal, sem ezzel az irányvonallal. Igen. Tehát ők a zsidóság nevében való felszólalás privilégiumát is ki akarják sajátítani. Gondoljunk arra, amikor a kvízmester, a Vágó István felszólalt az ellen, hogy ő nem szereti ezeket a kaftános zsidókat, meg mit tudom, menórát állítanak, és akkor a leantiszemitázták. Hát tényleg most bocsánatot kérek, hogyha már ő antiszemita, akkor ki nem az. Tehát most ide jutottunk el. Még visszakanyarodnék egy picit. De bocsánat, csak Adonis akart valamit mondani. Csak annyit, hogy hát igen, már mindenki van szemít, aki nem bálványozza Izrael. Tehát tulajdonképpen már egy vallást kreáltunk ebben az Izrael őrületben. Hogy... Igen. És pont, hogy úgy érzékelem, hogy így a jobboldali térfélen nehezebb ezt artikulálni, ugyanis bármikor is kritikát mer valaki megfogalmazni az Izrael állam, vagy a cionista politikával szemben, tudom, akkor egyből a Greta Thunberg-el jönnek, vagy arra, hogy akkor aha, hát akkor ő is, akkor te vele vagy egy cég, csak hát ugye... Ez az árukapcsolásos gondolkodás, tehát most bocsánatot kérek, mondjuk tényleg egyetértek abba Gyurcsány Ferenccel, hogy mit tudom, finom az iskolatelj, akkor azt mondom vele, hogy elnézés, K ország, vagy nem tudom, akkor hát te is a Gyurcsány fúsz egy követ, mert azt mondta, hogy kék az ég. Hát most elnézést kérek, tehát ez egy politikai trükk, amikor erre hivatkozni. Visszakanyarodnék egy 75 évvel ezelőtti eseményre. A leghírhettebb mészárlás ugye 48 tavaszán volt ugye a Deir Yassin településen. Ezt ugye az Irgun nevű terrorszervezet hajtotta végre, valamint a Stern csoport, ami ugye korábban a Lehi nevet viselte. És ők rátámadtak Deir Yassin nevű egy nagyon kis településre, ahol mindössze 750 lakosú palesztin kott, és ebből 254-et meggyilkoltak. Egyébként ez pont, Adonis, a ti oldalatokon, az Orientalistán olvastam erről részletesen. Deir Yassin, ha jól emlékszem, az egy keresztény lakosú település volt. Lefordítva magyarul Deir Yassin kolostora, tehát a falu neve. És megemlíteném például Menahem Begin, ugye az Irgun vezetőjét, idézetét olvasnám föl, ez én azt gondolom, hogy egy eléggé beszédes. Ő minden nyilvános szereplést felhasznált, palesztinok kiirtásának egyfajta jogos önvédelmi, mint megelőző csapásként történő beállítására, és ő ugye az izraeli telepesek előtt tartott egy beszédet, amiben azt mondta, hogy a palesztinokat szöcskeként, tehát ő a palesztinokat szöcskeként ábrázolta. Hogy sáskaként. Sáskaként, igen, akiknek a fejüket sziklákon és falakon kell szétzúzni, a Knessetben pedig egy alkalommal még azt a kijelentést is tette, hogy a palesztinok két lábon járó bestiák, ellenük pedig bármilyen gyilkos fegyver és módszer használata megengedett. Képzeljük el, valaki ilyet mond a Magyarország gyűlésben, vagy a Bundestagban a zsidóságban. Na most, hogyha valaki ezt elítéli, akkor megkapja azt, hogy támogatja a bevándorlást. Másik gondolatom meg ebben kapcsolatban az, és ez már egyébként korábban is megfogalmazódott, már 2011-ben a hagyományos értelembe vett jobboldal részéről, hogy azért, mert mi támogatjuk a palesztinoknak az önvédelmi küzdelmét, az nem azt jelenti, hogy mi Európát el akarjuk árasztani mecsetekkel. Igen, ez egy hamis párhuzam, amit szerintem tudatosan hoztak létre. Az valószínűleg kapóra jött nekik, hogy ugye az iszlám állam, ami már szóba került itt a beszélgetésbe, hajtott végre Nyugat-Európába zsidók ellen is, és keresztények ellen is terrortámadást, tehát ugye ezekkel úgymond egy platformra tolták
a zsidókat meg a keresztényeket Európába, de hát ez egy hamis interpretációja az eseményeknek, tehát nincs párhuzam a szentföldi palesztinok és a bevándorlók között, illetve az izraeliek és a... Bocsát, itt egy gondolatot tehez, tehát itt a menekült kérdéshez, tehát valóban, ha valakit elüldöznek az otthonából, az egy általános dolog, hogy az ember ad ételt, italt, szállást az illetőnek. Az más kérdés, hogy az illető országgal azonosulni akar, beilleszkedni, tehát itt ezért ebbe tegyünk egy nagyon fontos megkülönböztetést. Másrészt pedig tényleg az, hogy gyakorlatilag ezek a hamis párhuzamok felállítása zajlik. Tehát az, hogyha valaki a palesztin államot támogatja, akkor a bevándorlást mellett van, vagy bevándorláspárti, de ezek is olyan hívó szavak, amelyek szerintem nagyon... De ennek a logikáját sem értem. Hát mondjuk, ha én palesztin párti vagyok, és győznek a palesztinok, akkor azok otthon maradnak. Az a céljuk, hogy a saját földjükön éljenek. Így van. Nem? Abszolút. Igen. Hogy az órámra nézek, lassan már a második adásunk végére is értünk. Úgy érzem, hogy dióhéjban egy-egy témából is fölcsillantva sok fontos és lényeges elemet. Nem is veséztük ki a kérdést, de úgy érzem, hogy gondolatra tudtuk eléggé sarkalni, és informatívak is voltunk a kedves hallgatók felé. Hát én azt fogalmaznám meg záró gondolatként, hogy ne engedjünk azoknak a szuggesszióknak, hogy amit az előbb is említettünk, hogy ha valaki az igazságérzete alapján úgy látja, hogy itt a palesztinok önvédelmi joga az megáll, akkor ne engedje magát a, mondjuk úgy, hogy a mainstream jobboldali média megszólalók által elnyomni. Csatlakozom egyébként Tominak a gondolatához, tehát ezt én is így tudnám megfogalmazni. Ez nem azt jelenti, hogy mi egyetértenénk azzal, hogy például európai nagyvárosokban a bevándorlók gyújtanak fel autókat, fosztanak ki kirakatokat. Hát nekem egy két gondolat. Az egyik az, hogy Izrael a mostani politikájával és háborújával egyszer és mindenkor az antiszemita Jolly Joker kártyát elégette. Tehát innentől kezdve már egy vicc kategória az, hogyha valakit leantiszemitáznak. Emlékezzetek arra, mit tudtam én. A 90-es évek végén, 2000-es évek elején, az SDS mindenkit lenácizott, tehát már magyarán már mindenki azt mondja, jó, oké, én is náci vagyok, hát akkor legyünk, hát most, igen, szóval ez most már egy a nagyvilágban is, ez az antiszemitizmus kártya, ez már elégett. A másik az, hogy hát ugye a 21. századi kommunikációnak, social médiának köszönhetően izraeli gyilkosságokat, háborús bűncselekményeket annyira feltárta, hogy innen már nem lesz visszaút. Tehát amit most látok közel-keleti térségben, ez a vég kezdete. Tehát mindegy, hogy most Izraelnek mi a kimenetele, az izraeli hadműveletnek mi a kimenete Gázában, itt a következő pár éven belül egy nagyon nagy konfliktus fog felrobbanni, és csak a jó Isten mentsen meg ettől, mert én se kívánom, senki se kívánjon háborút, inkább a békét. De én attól tartok, hogy itt egy nagyobb konfliktus fog kibontakozódni. Ez már látszik Irakban. Szíriában támadják folyamatosan az amerikai megszálló erőknek a bázisait. A Hezbollah Dél-Libanonban is mozgolódik. A Golán felsíkon szintén ellenálló szervezetek már elkezdtek mozgolódni délen, ugye a húszik, és hát ezt jól érzékelik különböző politikusok, mint például James Borrell is, illetve például a szaudi trónörök is, hogy mindenképpen a két állami megoldás lehet a kulcsa a békének. Nem véletlenül, hogy most már elkezdték ezt nagyon erőltetni. Már amerikai részről is van ilyen, de szerintem ez nem fog bekövetkezni, hanem itt egy nagyobb konfliktusnak az előszeleit láthatjuk a következő pár évben. Ne legyen így. Ne legyen így, de sajnos, ahogy a hübrisz, a politikai hübrisz mindig ez vezetett a nagy bukásokhoz, már az antik görögök is leírták a gőg. A beképzeltség véleményem szerint ez okozhat egy még nagyobb katasztrófát, és ezzel együtt humanitárius katasztrófát, de ezzel együtt is kívánom, hogy mindenki kapja meg a magáit. Ennek szellemében fogjuk folytatni a
Védvonal podcast adásait. Köszönjük a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Vendégeink voltak Bor Tamás, Adonis Kassab és Csarnai Márk, én Szász Péter voltam.